E-csoport két legerősebb csapata nézett farkaszemet egymás alatt Ungsram csarnokban. Ráadásul az elmúlt szezonokban mindkét gárda egy-egy meccset nyert a másik ellen, így kiélezett 60 percre volt kilátás. A pécsiek jobban kezdték a találkozót, így 5-2-re is elléptek az első percekben, és valamennyi előnyt egészen a 22. minutumig tartani tudtak, amikor Varga Martin egyenlített. 11-11-et követően felpörögtek az események, szinte minden támadás góllal végződött az adokapokból a nagykanizsőjött kölyökban, amikor Balogh Péter révén hosszú idő után vette vissza a vezetést. Rüstös Attila találatával már 2 is volt a hazaiak előnye, de végül 17-16-tal zárult a meccs első fele. A fordulást követően nagy küzdelem folyt a pályán, a pécsi szépítő találatokra mindig volt kanizsai válasz, és a 38. percben már 3-mal vezettek Hári Kristófék. Negyed órával a vége előtt a Peac visszazárkózott -1-re, ám nem tudott kiegyenlíteni, a differencia pedig innentől kezdve folyamatosan nőtt. A 6 gólos különbség végül Balogh Péter újabb góljával alakult ki az utolsó másodpercekben. Nem számítottam ilyen sok gólos meccsre, úgy gondoltam, hogy sokkal kevesebb lesz és védekezések jobban fognak dominálni, de most ez egy ilyen meccs volt. Az volt a kulcsa, én úgy gondolom, hogy védekezésben 60 percig fegyelmezettek tudtunk maradni, és mindenki tette a dolgát, ahogy kértem. A hazaiak legeredményesebb játékosai az átlövő Füstös Attila és a büntetőket biztos kézzel értékesítő Csordás Marcell voltak 7-7 góllal. A vendégeknél Szép Milán 9 találatig jutott. A PTA Peac klub vezetése egy 3 éves tervet fogalmazott meg tavaly annak érdekében, hogy Pécset újra NB1-bés csapat legyen. Ennek a második felében járnak. Kovács Gábor vezetőedző szerint így a vereségükkel nem történt komoly kisiklás, de közel voltak egy jobb eredményhez. Mi azt gondolom, hogy a tempót meg a ritmust ott 3-4 gólos vezetésnél a 15. perc környékén vesztettük el, amikor folyamatosan zicsereket hibáztunk, illetve az ellenfél kapusa kivette ezeket a helyzeteket, zicsereket, és azt gondolom, hogy onnantól nem tudtunk megújulni, nem tudtunk kijönni, hiába variáltuk, próbáltuk a felállásokat is, támadásba, védekezésbe is. Amiket megbeszéltünk, dolgokat, amiben nekünk kellett volna dominálni, nem tudtunk, és az ellenfelünk tudott. Győzelmével a Nagykanizsa 4 pontra növelte az előnyét az egy meccsel kevesebbet játszó riválisával szemben. A bajnok aspiráns Dél-Zalaiakra szombaton is rangadó vár, akkor a Hőgyész lesz az ellenfél idegenben.